Dr. Jánosi György népművelés és szociológia szakon is diplomát szerzett, majd egyetemi doktor lett ez utóbbi tárgyból. Szekszárdon a kihelyezett főiskolai kar tanszékvezetője és 3 éven át főigazgató helyettese volt. Az országban egyedülálló kísérletként 1989-ben beindította a szociális munkás képzést Szekszárdon. Több tanulmánya jelent meg országos folyóiratokban, a politikával 1984 óta foglalkozik komolyabban, azóta már országgyűlési képviselőként, korábban pedig államtitkárként. Szakmai témájú könyve is jelent már meg, de költőként eddig nem találkozhattunk vele. Részeg Angyalok című verses kötetét Szekszárdon a megyei könyvtár udvarán mutatta be az érdeklődőknek. Azt mondhatom, itt az előbb már próbáltuk feleleveníteni a régi emlékeket, hogy nagyon hiányzik innen Gyuri, de örülünk, és a kötetét akkor most szeretnénk bemutatni valamennyiünknek. A könyvet egy beszélgetés során mutatták be, melyben a szerzőt Kubanek Miklós faggatta magáról és a miértekről. Én persze őt sűrűn látom a tévében, de ez egy oldalú kapcsolat. Tehát őt a továbbiakban is az a Jánosi Gyuri, akit én annak idején, ki sem merem mondani hány évtizeddel ezelőtt ismertem meg a gimnáziumban, ahol mindannyian egy kicsit ugyanabba az irányba próbáltunk menni, de mindannyian másképpen. Ő valahol meg tudott most is maradni annak az érdeklődő fiatalnak, annak az ifjúnak, akit akkor megismertem, de ami több nekem, hogy meg tudott maradni annak a szekszárdinak, aki elindult. Az itteni könyvtár volt az első, amelyik jelezte, hogy örömmel vennék, ha el tudnék jönni, és ez azt gondolom nagyon sokat jelent mindenkinek, aki kötődik valahova. Persze itt születtem, itt nőttem fel, ide kötnek az első élmények, az első baráti emberi kapcsolatok, és ezek mindig fontosak voltak nekem, még politikusként is, amiket írok, akár akarom, akár nem, abban valahol ott van egy kicsit mindig szexed. Van, amikor direktebben ennek a kötetnek az utolsó verse, az utóirat, nem véletlenül ez a fejezet egyetlen egy versből áll, és az a szexárdhoz. Talán az én számomra fontosabbak az alapvető emberi értékek, mint ahogy ez ma a világban divatos. Talán az én számomra fontosabbak az emberi kapcsolatok, mint ahogyan ma ez ebben a világban divatos. És talán emiatt, furcsa a szó, de érzékenyebb is vagyok ezekre az ügyekre, dolgokra, mint ahogyan ma ez ebben a világban divatos. De nincsenek különböző énjei az embernek. Én azt gondolom, hogy valakinek a személyisége az egy és oszthatatlan. A szerepei mások, mert egy családban lehet gyerek, lehet férj, lehet apa, a társadalmi életben lehet politikus, lehet oktató, aki egyetemen, főiskolán tanít, lehet versekkel próbálkozó, a művészet iránt nyitottabb valaki. Mindegyik ténykedésében persze ott van ő maga. Az út. Sohasem született szabadnak az ember. Remény nélkül várt rá mindig a végtelen. Megcsalták titkolt ösztönei, vágyai voltak börtönei, sámántánc, vakhit, pénz, hatalom és fegyver, magának állított csapdát az értelem. Néha még elhisszük, hogy miénk a világ. A csillagos égbolt, a tenger, a mélység, de senkit sem törte fel nyitját, és senki sem tudta meg titkát, s ha gyúlt bennünk mégis a köd mögött világ, a fénytől csak nőtt a félelem, a kétség. A kötet egyfajta felidézése a múltnak, amikor fiatalon Jánosi György próbálkozott már a művészet szavakba öntött formáival és a színjátszással is. Akkor megjelentek egy-két versen már a népújságban, a Tiszatájban is. Tehát szerettem volna a művészetnek ebben a burkában élni, de hát elsodor Debrecen felé az élet, bár onnan is még sokáig, egy évig vagy két évig vissza-vissza jártam, nagyon sokat utazva, hogy a csapat egybe maradjon, hát Orbán Gyuri erről sokat tudna mesélni, de aztán lehetetlen volt Debrecenből mindezt így végigcsinálni. De utána jöttek a különböző váltások, ugye tanulmányokat írtam, könyvem is jelent meg, tudományos ügyekkel is foglalkoztam, tanítottam, elvitt a politika, és lehet, hogy ez az ív, hogy most visszatérek oda, ahonnan elindultam. A könyv kinézetesen véletlen, utal annak tartalmára.
ezekhez a versekhez a fekete-fehér kell, mert, hogy mondjam, élesek ezek a versek, a szándékaim szerint is élesek. Próbálják élére állítani, fehérre, feketére a dolgokat, mert akkor mutatkozik meg valaminek igazán a lényege. Hogy van mondani valód, azt már diákkorodtól kezdve tudom. Tehát az, hogy vannak gondolataid, és azt mindenképpen meg akarod osztani a környezeteddel, tehát meg akarod mérni a gondolatok súlyát. Viszont ehhez miért pont a verset használod? Hiszen annyi műfaj van még. Nem tudom, erre nagyon nehéz válaszolni. Valószínűleg itt a régi jött elő, hogy szerettem a verseket, próbáltam akkor is verset írni. De a vers számomra tényleg mindig fontosabb volt, mint más műfajok, más irodalmi műfajok. Mert tömörségre kényszeríti az embert, ott lehet igazán élére állítani a dolgokat. Talán ott a legnehezebb is őszintének lenni, és világosan elmondani, hogy miről mit gondol az ember, vagy mi jut eszébe, nem tudom, így alakult. És a beszélgetés csak folyt és folyt, akinek pedig még ez sem volt elég, a gondolatok egy darabkáját haza is vihette magával egy kis fekete-fehér könyv formájában.